Köszönöm Márkus Zsoltnak, a Veresi Paradicsom ügyvezetőjének, hogy helyet ad a Prega sajtótájékoztatónak, és egy példát mutatnak a hatékony és egyúttal környezetkímélő mezőgazdasági termeléshez. Azért választottuk ezt a helyszínt, hogy megmutassuk, Magyarországon is egyre több világszínvonalú és digitális eszközök segítségével optimalizált megoldást alkalmaznak. A Prega konferencia küldetése, hogy kifejezetten az agrár digitalizációval résztvevő szakembereknek, gazdálkodóknak legyen a találkozóhelye, inspirációs közege és tudásmegosztási platformja. A konferencián és a kapcsolódó kiállításon láthatóvá válnak majd a már elérhető termőhely és egyed haszonállat, egyed specifikus, valamint robotikai, mesterséges intelligenciára, szenzorokra épülő technológiai megoldások. Ezek bemutatásán keresztül pedig szándékunk az is, hogy új tehetségeket nyerjünk meg a mezőgazdaság ügyének a társadalom szélesebb köréből. Idén minden eddiginél izgalmasabb, színesebb program, 150 szakmai előadó várja majd a látogatókat, a szekció szervezők pedig a kapcsolódó területek kiemelt szakemberei. A legapróbb részletekig hónapokon át egyeztetik az előadásokat. Ahogy többször is hangsúlyoztuk, ez a konferencia nem termékbemutatókról szól, célunk, hogy szigorúan szakmai előadások, hasznos gyakorlati tapasztalatok hangozzanak el. Megjelennek majd a szántóföldi, kertészeti, állattenyésztési ágazatok, az élelmiszeripar, több előadásban foglalkozunk a digitális agrárstratégiával, az Agrár IoT-val, és immár külön szekciót kap majd az indoor farming, ami, ahogy itt is egy agglomerációban, vagy akár további városokban is lehetővé teszi majd a növénytermesztést. Megjelenik ezen túl ugye a digitális agrárstratégia is külön szekcióban, és ennek a keretében a résztvevők megismerik majd az elfogadás alatt álló Magyarország mesterséges intelligencia stratégiájának, valamint az 5G stratégiának az agrárkapcsolódásait, és ahogy itt hallhattuk, szó lesz a mezőgazdasági drón használat területén tervezett jogszabályi egyszerűsítésről, és hallhatunk majd a Mezőhegyesi Ménesbirtok ZRT fejlesztési koncepciójában megvalósuló digitális mintagazdaságról és digitális agrártesztpályáról is, valamint a digitális agrárstratégiának a határon túli kiterjesztésének elképzeléseiről is. Kiemelt téma lesz még az ágazati adatvagyon, a termelők adatainak védelme és ezen adatok felhasználásának kérdése is. További újdonság még a Pregán, az a Next Generation program, amelynek keretében 18 diákot fogadunk majd agrár és informatikai felsőoktatásból. Szintén fogadjuk a 10 Prega egyetemi nagykövetet, akiknek az a feladatuk, hogy a Prega üzenetét azt tovább vigyék az oktatási környezetben is, és a beküldött több mint 50 pályamunkának pedig a legnagyobb tapasztalata számomra az, hogy szinte minden jelentkezőnek kiemelten fontos a környezetvédelme és a változó klímának megfelelő termelési módok is megismerése. Tehát számukra az elsődleges motiváció, hogy erre az eseményre beadták a jelentkezésüket, az az, hogy többet tudjanak olyan termelési technológiákról, amelyek a környezetnek még jobban a szolgálatába állnak. És az egyetemi nagykövetek mellett az idejében Pregának társadalmi nagykövetet is választunk, és összhangban az egészséges, sportos életmódhoz szorosan kapcsolódó tudatos táplálkozással erre hívjuk fel a figyelmet, és ezért Parti András olimpikont kértük fel, és örülünk annak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt van ma a körünkben. Büszke vagyok arra, hogy már a Prega 2015-ös indulásakor az agrainfo.hu mezőgazdasági portálhoz szervező partnerként csatlakozott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is, és örülök annak, hogy ebbe az együttműködésbe kapcsolódik bele az Agrár Marketing Centrum, hiszen ezzel az eseménnyel van lehetőségünk arra is, hogy a teljes mezőgazdasági ágazat népszerűsítését is tovább vigyük. A Prega konferencia kapcsán pedig a Nemzetközi Precíziós Gazdálkodási Egyesületnek a kiemelt képviselőit is fogadjuk majd. Egyrészt, hogy előadást adjanak, másrészt azért, hogy bejárják a jövő évi 2021-ben megrendezendő Európai Precíziós Gazdálkodási Tudományos Konferenciának a helyszínei. Büszke vagyok erre az összefogásra, mert nem csak izgalmas, de történelmi pillanatnak is tartom, hogy a digitalizáció eszközrendszerével
Úgy lehetséges hatékonyságot növelni, hogy közben a környezetet kevésbé terheljük a mezőgazdasági termelés során. Hogy biztatok minden előretekintő gazdálkodót és itt jelenlévő sajtóképviselőt, hogy látogasson el majd a Prega konferenciára. Várjuk Önöket jövő héten, február 18-án és 19-én a Prega konferencián. Köszönöm a figyelmet!